Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A TPER 6080-as számú törvényjavaslat nem más, mint a bürokrácia csökkentés és a versenyképesség növelése ürügyén a globális tőke kiszolgálásának utolsó állomása, az iparbiztonsági adó kivetésével pedig a kormány a saját maga által létrehozott problémát próbálja ezzel tünetileg kezelni. Szijjártó Péter júniusban bejelentette, hogy a folyamatban lévő beruházások eredményeként Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátorok gyártásában. Szerinte ez jelenti a gazdasági növekedés garanciáját. Jelenleg negyedikek vagyunk a globális rangsorban, Kínával, Németországgal és az Egyesült Államokkal versenyzünk. Nagymárton uniós pénzek hiányában szintén a külföldi működőtőkében látja a magyar gazdaság növekedésének a biztosítékát, melynek összege idén elérheti a 13 millió eurót. Nem, bocsánat, 13 milliárd eurót. A kormány gazdasági stratégiája önálló nemzetgazdaság építés helyett kizárólag abból áll, hogy hazánk összekötő szerepet játszon a nyugati autógyártók és a keleti akkumulátorgyártók között, a természet és a humán erőforrást is ennek rendeli alá. Tisztelt képviselőtársaim, így néz ki egy rövid távú gazdaságpolitika. A kormányzati kommunikáció arra már nem tér ki, hogy az elhasznált akkumulátorokat gyártó országnak kell majd feldolgoznia, illetve így van, ami az óriási energia és vízmennyiséget igényel. Tehát az elhasznált akkumulátorokat is a gyártó országnak kell majd feldolgozni, ami óriási terhet fog majd jelenteni az ország számára. Arról sem beszélnek, hogy rohamosan szaporodnak az elektromos autókba szánt selejtes akkumulátorokból álló szeméthegyek. Az akkumulátorgyárak nem a szabályos működésükről híresek, ezt is hozzá kell tenni. Szeretném erre felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét. Az építés alatt álló iváncsai akkumulátorgyárban nyáron több tucatnyi ember lett rosszul, ugyanis védőruha nélkül dolgoztak olyan nehéz fémekkel, mint a kobalt és a nikkel. Az ott dolgozó munkások félnek bemenni az elektróda épületbe, mert a gyártó tájékoztatása szerint ott rákkeltő hatású anyaggal találkozhatnak. Tisztelt ház! A kormány az elhibázott gazdaságpolitikája miatt kialakult munkaerőhiányt nem béremelésekkel igyekezik felszámolni, hanem korlátozta a sztrájkjogot, megszüntette a szakszervezeti tagi automatikus utalását, leépítette a munkajogi védelmet és a munkavédelmi oktatást. Emellett a nyáron elfogadott vendégmunkás törvénnyel és a tegnap tárgyalt törvényjavaslattal külföldi vendégmunkások tömeges bevándorlását teszi lehetővé, akiket elsősorban a fejlődő országokból importálnak, mert számukra a magyar bérek még így is magasabbak, mint az otthoni lehetőségeik. Alkalmazásuk azonban a magyar bérszínvonal letörésével jár. A törvényjavaslat alapján a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a kormány általános jelleggel eltörölni a munkaköri alkalmasság vizsgálatának a kötelező orvosi vizsgálatot. Ezzel azonban megszűnne az egészségkárosodás prevenciója, ami azért jelent problémát, mert a magyar munkavállalók általános egészségi és lelki állapota a leterhelt egészségügyi és a rossz munkakörülmények miatt nem megfelelő. Nem megoldás az, hogy még ezt a vizsgálatot is megvonják tőlük. A tegnapi törvényjavaslat vitája során is erre felhívtam nyomatékosan a figyelmet. A házi orvosok véleménye szerint a munkaköri alkalmassági vizsgálatok alkalmasak voltak cukorbetegség, magas vérnyomás és korai stádiumú daganatos megbetegedések diagnosztizálására is. Ennek a lehetősége a jövőben megszűnik. Tisztelt ház! Csak hogy még érthetőbb legyen mindenki számára, amit az előbb mondtam, amennyiben a törvényjavaslat elfogadásra kerül, a munkáltató bárkit felvehet majd akár alkalmas egészségileg, akár nem. Ez komoly kockázatot jelent. Ez különösen a bizonytalan egészségügyi ellátással rendelkező fejlődő országokból érkező vendégmunkások tömeges beáramlása miatt jelent veszélyt. Ráadásul a törvényjavaslattal nem csak az adminisztrációtól mentesítik a munkáltatókat, hanem a kárfelelősségüket is mérséklik. Kötelező munkavédelmi oktatás és orvosi vizsgálat hiányában ugyanis nem lehet majd egy későbbi megbetegedésnél bizonyítani, hogy az egészség károsodása a munkáltató felelőssége volt. Ez a Magyarországra beáramló olyan cégek perelhetőségét szüntetné meg,
amelyek a gyártási technológiájuk során nem tartják be az egészségügyi alapnormákat sem. Itt elsősorban az akkumulátorgyárakra gondolunk, melyeknek köszönhetően hazánk Kína legnagyobb vegyi anyag elosztó központja lesz. Ez nagyon súlyos, kiszolgáltatott helyzetbe teszi a dolgozókat. A törvényjavaslat értelmében a kormány iparbiztonsági hozzájárulás fizetésére kötelezné a paksi atomerőművet és azokat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket, amelyek közelében lakossági riasztórendszer működik. Az adófizetési kötelezettség tehát minden nagyobb vegyipari létesítményre kiterjedne, az akkumulátorgyárakra is. Ezzel alapjában véve egyetértünk. Ez helyes. Ha már az úgynevezett környezetvédelmi hatósági szerződéssel meghagyták a kiskaput, hogy a szennyező fizet elve alól kibújjanak, legalább iparbiztonsági hozzájárulást kelljen nekik fizetni. Ebből fedezni a katasztrófafédelem, a meteorológiai és a vegyi monitoring rendszereket, valamint a lakossági riasztó rendszerek működtetését. A katasztrófavédelem honlapja szerint a molari rendszer 768 darab lakossági riasztó tájékoztató és 419 darab monitoring végpont üzemeltetését jelenti jelenleg. Hiányoljuk azonban, hogy a törvényjavaslat csak az üzemeltetési engedéllyel rendelkező atomerőmű engedélyesére ír elő fizetési kötelezettséget, ami álláspontunk szerint a végleges leállítás, leszerelés engedélyesére is ki kellene terjeszteni, amennyiben nem sikerülne az újabb üzemidő meghosszabbítás. A törvényjavaslat a hatósági ügyek intézésének megkönnyítésével és a külföldön kiállított okmányok honosításával és itthoni elfogadásával tervezi segíteni a külföldön élő magyarok hazaköltözését. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint azonban a kormány munkaalapú társadalma a lakosságcsere végrehajtásáról szól, hiszen már most 200 ezer körüli vendégmunkás tartózkodik hazánkban, miközben közel 1 millió magyar hagyta el az országot, és gazdasági menekülként kénytelen dolgozni más nyugati európai országokban. Ha tényleg azt akarná a kormány, hogy hazajöjjenek a külföldön élő honfitársaink, akkor nem tenné lehetővé vendégmunkások tömeges beáramlását, akik letörik az amúgy sem versenyképes magyar béreket, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a magyar honfitársaink számára, hanem mindent elkövetne annak érdekében, hogy a külföldön élő magyar honfitársainkat haza tudjuk csábítani. Nem tartjuk elegendőnek a külföldön kiállított okmányok honosítását. Magyarországon ugyanis a gazdasági tevékenységhez olyan végzettséget, engedélyt is kérnek, amire például Írországban nincs is szükség. Emiatt egy írországi céget nem lehet hazatelepíteni, ha valaki például ott megvalósított egy vállalkozást, egy céget. A magyaroknak a hazaköltözéshez érdemi segítségre, motivációra lenne szükségük. A Mi Hazánk mozgalom virradat programja egyértelmű és világos üzenetet fogalmaz meg a hazatérni és hazatérni kívánó magyarok számára. Összességében a Mi Hazánk mozgalom nem támogatja a törvényjavaslatot, álláspontunk szerint a magyar emberek, vállalkozások adminisztrációját nem a kötelező szűrővizsgálat eltörlésével, hanem a KKV szektor adóterheinek a csökkentésével, továbbá a gáz, illetve a villanyszámlák átláthatóbb átételével lehetne enyhíteni, és még lehetne sorolni ezeket a példákat. A deregulációs kerekasztal jobban tenni, ha ezeken dolgozna. Köszönöm szépen a figyelmüket!